A dohányfüst anyagait, ha egy kicsit elemezzük, akkor 4800 kémiai anyag fordul benne elő, amelyből bizonyítottan 69 karcinogén. Meg kell különböztetnünk a főfüstöt és a mellőfüstöt, hiszen ennek jelentősége van. A főfüst ugye a direktben a dohányzó tüdejébe kerül, míg a mellőfüst pedig a cigaretta szívási szünetében képződik és a levegőbe jut. Beszélnünk kell néhány szót a passzív dohányzásról, hiszen a mellékfüstben nagyobb mennyiségben található mérgező anyagok, szénmonoxid, nikotin koncentráció, és sajnos akik a dohányzók környezetében élnek, azok is ki vannak téve ennek a káros hatásnak. Itt a gyulladásos légőszervi megbetegedések, vagy a tüdőrák, infarktus is sokkal gyakrabban fordul elő. Hogy mennyire komoly a passzív dohányzást, azt ezzel a kis ábrával akartam bemutatni, hogyha egy füstös várban ülünk két óra hosszabb, akkor olyan, mintha mi is 400 cigarettát elszívnánk. De nézzük meg, hogyha a parkban ülünk egy dohányzó mellett, akkor is érdezzük annak a káros hatását. Tehát ez egy nagyon komoly probléma, és nem lehet figyelmen kívül hagyni.